az első 2017-es fordulót már megrendezték az elmúlt hétvégén, a csabaiak mérkőzése azonban elmaradt a Balmazújvárosban, így aztán hazai pályán, a Kórház utcai stadionban lép pályára először ebben az esztendőben Zorán Spisiak együttese. Hát Horváth Gábor sincs könnyű helyzetben, én nem látom Horváth Gábort, nem tudom, hogy ő látja a labdát. Nagy kérdés. Nagy, nagyszerű tekerés, és Horváth csak meglátta a labdát. Újabb bravúr a vendégkapustól. Na nézzük a harmadik csabai szögletet. És ott a fejes, ott a gól! Fábio a gólszerző. Egy sarokrugás hozta meg a sikert. Említettem is, hogy kevés akció volt, kevés olyan támadás, ami eredményt hozhatott volna. Hát ilyenkor jön egy pontrugás. Na nézzük. Stieber tehát. Stieber. És nagyszerűen becsapja Ribánszkit. Gyorsan egyenlít a Buda őrs pillanatok alatt. Ribánszki szerintem nem látta a labdát, vagy nem tudom, hogy mi az, ami megakadályozta abban, hogy elinduljon. Lehet, hogy ő is ott a sorfal fölött várta ezt a lövést. Elik. Gyurján. Visszateszi még. Nem jut hozzá a kapus. És nincs be, hihetetlen. Elképesztő helyzet. Na lesz még egy beívelés? Hát ennél nagyobb helyzet már nem lesz. És itt a vége. Marad az 1-1. Alaposan bekezdett csapatunk, és egyből a kapuja elé szorította a vendégeket. A harmadik percben még tudott védni Ribánszki. Sándor megpattanó szabadrugását ütötte ki a léc alól a rutinos kapus. Jöhetett a szöglet, amit jól adott be Sije, ám Szélpál Norbert kézzel ért a labdába. Német játékvezető kiszúrta az esetet és 11-est ítélt. Nagyot hibázott a fiatal játékos. A labdát Gyepes kérte el, Ribánszkival szemben nem először végezett büntető csapatkapitányunk, és mint legutóbb, most is játékosunk nyert. Nagy erővel zuhította a kapu jobb oldalába a labdát. A vendégkapus érezte az irányt, ám csak beleérni tudott. Pattanóra veszélyesen érkeztek Lorencék, de nem sikerült a hálóba juttatni a labdát. De a 27. percben már igen. Sándor szögletére remekül robbant meg Engelicki, és a hálóba csúsztatta a labdát. Kabalaként is tekinthetünk belső védőnkre, ugyanis ha ő gólt ér el, akkor általában gálázott a csapat. És hogy még rosszabbul érezze magát a vendégcsapat, arról Sieri gondoskodott. A 17 méterről megítélt szabadrugást okosan, laposan, nagy erővel tekeltett a hosszúba. 20 éves balhátvédünk az első gólját szerezte a másodosztályban. Emlékezetes találat, az biztos, maga biztosan. A 63. percben jött a negyedik gólunk. Fülöp Noel nagyszerűen gurított vissza a másodvonalból érkező Huszák elé, aki okosan helyezte el Ribánszki teste alatt a labdát. A játékosunk már 5 gólos a bajnokságban. Ám a legszebb gól még váratott magára. A csereként beálló Gárdos tört kapura, de elválasztották a labdától, ami így Csillus elé került, aki jól megnézte magának a hosszút, és mesterien tekerte el Ribánszki mellett felett a labdát. 5-0. Kiütés. Újabb szolnoki szöglet. A hosszú oldalig eljut a labda, és ott a gól. Vezetnek a vendégek, és megint egy szöglet okozott majd. Pantovics pofozta be, ha jól láttam a labdát. Indul el, nem sikerül még szabálytalanul sem megállítani. Pintér. Pantovics pörgetése, az óriási les. Az már nem volt les, és az megint csak piros lap. Ribánszkit állítja ki a játékvezetőt. Siettem azt a kijelentést, hogy Hrabina nem kap lehetőséget. Hát tévedtem, mert Ribánszki kiállítja a játékvezető. Boyer Gábor nem érti. Most megint duplán büntettik a csabai gárdát. Ugye azt reklamálja Boyer Gábor, hogy nem hátulról történt a szabálytalanság. Hiába reklamálnak a csabai játékosok. Úgy érzem, hogy nem fogja megváltoztatni a döntést a játékvezető. Most Fehér Zsolt megy reklamálni az asszisztenshez. És már Hrabina készülődik itt a csabai padnál, hát a harmadik cserét nem erre tartogatta Zorán Spisiak. Nagy Norbert, a tartalék játékvezető,
illetve az első számú asszisztens Tener reklamából ér Gábor. Rybánszki csalódottan sétál le. Hát 73. perc, és pillanatok alatt eldőlhet a mérkőzés. Hiszen, hogyha értékesíti a Szolnok a büntetőt, akkor emberelőnyben és két gólos előnyben lesz. Fábio hagyja el a pályát. És akkor Rabina Alex a pályán, hát nem biztos, hogy ilyen lehetőségre vágyott, vagy hogy így jusson pályára, hogy kiállítás. És az első mozdulat az egy 11-es. Nagy lehetőség előtt a szolnoki csapat, és nehéz helyzetben Csabai Gárda, Pintér a labda mögött. No, nézzük. 74. perc, és maga biztosan értékesíti Pintér a 11-est, de még egyszer meg kell tennie ezt, mert elsiették a játékosok ezt a dolgot. Úgyhogy most megint jöhet egy pár harc, hogy most először hová rúgta Pintér, és Robin, amit olvas ki ebből, gyorsan beszaladtak többen is. Nem minden játékvezető fújja vissza, most ezt megtette. Na nézzük, Pintér másodjára, és ugyanazt választja, és elhelyezi a labdát a jobb alsó sarokba. 2-0-ra vezet a Szolnoki MÁV. Most jöhet be a labda, Prosser, Voncák! Nem sokon múlott, hogy tudjon fejelni, az viszont 11-es, Csillus a földön, és befújja a játékvezető, teljesen egyértelmű, 11-es, és akkor egy lap is, így van. Tovább csorog a labda, nagy lendülettel érkezik Szélpál, és teljesen egyértelmű, hogy elrúgja Csillus lábát. Tisler Patrik tehát, Tisler, és berúgja, szép csel, Prosser lő, Prosser gól! 2-0! Bal lábára cselesz Fábio mellett, Prosser, megpattan a lövés, és így a gól! Hát ezzel jól jelzi azt, hogy próbáljuk őrizni ezt a 0-0-át 10 emberrel. Bagi, jól jön középre! És megszerzi a vezetést a Békés Csaba. Nem láttam, hogy ki fejelte el a labdát. A 24. percben váratlanul vezetést szerzett a vendégcsapat. A Békés Csaba dobhatott jobbról, a sarokzászló közeléből. Bagi hatalmas dobásába, védőjét megelőzve, előrevetődve birtalan fejelt bele, a labda a jobb felső sarokban kötött ki. 0-1. A 20. percben ismét gólnak örülhettek a vendégjátékosok. Ezúttal Vicián hajtott végre tértől elő bedobást a baloldali szöglezzászló mellől. A rövid saroknál álló Szélpál tovább fejelte a labdát, és a berobbanó birtalan az 5-esről a léc alá bombázott. 0-2. Csabai Árdi, de jöhet egy Csabai lehetőség is. Kicsit pontosabban lehetett volna indítani Tóth Dániát, akkor egyből helyzet lehetett volna így. Aztán van egy tekerés és van egy gól! Így kell válaszolni a vendégek zicserére. Tóth Dániel tekeri el, és ott lehet, hogy még egy védőn is megpattant a labda. Kapaszkodott Horváth Dániel, de állítani nem tudott, úgyhogy a 7. percben megszerzi a vezetést a Csabai együttes. Jó volt az összjáték, Tóth Dániel tette ki. Besztercei megpattan, úgy lehet csúsztatni, ott a helyzet! Birta a gól! Bent van, beleért ugye a Horváth, de Birtala, ha már megtalálta a góllövő cipőt, vagy a góllövő tudományt az elmúlt fordulóban, akkor most folytatja és újra vezet a Csabai együttes. Ezt kéri, ő meg is kapja. Már teszi be középre Birtalannak a lekészített labda, és bent van Birtalan! Ez is hozzáér a kapus, neki nincs szerencséje, Birtalannak azonban van. 3-1. Jó volt a lekészített labda. És hát nem véletlenül locsolták itt a pályát a mérkőzés előtt, meg csusszant ez a
Az életerős lövés, és nem is tudta kijutni a vendégkapus. Megint nagy a forgalom az ötösön belül. A rövidre, ez a legjobb szöglet eddig, és ott a gól! Szél Pál a gólszerző, ha minden igaz. Nem tudom, hogy milyen mozdulattal tette kapura, de hát oda a bal felső sarokba irányította a labdát. Esélytelen volt. Rossz labda. Birtalan. Jól teszi tovább. És mehet Tóth. Tóth. Egyedül fogja befejezni, és be is fejezi. Ott az ötödik. 5-1. Hát kiszabadult az a golzsák, kérem szépen. Tóth Dániel elindult egyedül, aztán visszazárta vendégcsapat. A játékvezető mutatja a szegedi játékosnak, Tomisicsnek, hogy jöjjön hátra a Birtalan. Nagyon jó, és ott az első találat a mérkőzésen. Remekül ívelte középre ezt a szabadrugást Birtalan. A hétközi Seul elleni 1-0-ás sikert követően a kérdés adott volt a Kozár Miszleny elleni, avagy az előbbi találkozón mutatott játékával rukkol elő a cigán otthonában a Újafehér együttes. Az első találat minden esetre nagyon hamar érkezett a hazaiak bánatára. A cigándi védők határozatlanságnak köszönhetően még az első percben Urbin szerzett labdát, vezette néhány métert, majd a 16-os jobb sarkától középre adott, az érkező Nagy István pedig egy higgadt csel után a kapus has alatt 6 méterről passzolt a kapuba. Nagyszerűen kezdődött a meccs tehát a vendégcsapat számára, a korai gól pedig megalapozta a meccs további részét. Völgyből a cigándi gárda, a 27. percben jött az újabb csabai találat. Vicián kapott labdát a felezővonaltól 10 méterre, majd gondolt egyet és megindult a kapu felé a védők között. Talán nem vették elég komolyan, minden esetre 23 méterről lövésre szánta el magát, óriási gólt ragasztva a bal felső sarokba. Két gól volt tehát szűk fél óra leteltével a vendégek előnye. Nem a hagyott veszélyben a vezetése. A 81. percben a bal oldalon vezetett támadást a Viasalki együttes, és menetrendszerűen jött megint egy védelmi hiba. A szöglet elől menteni igyekvő védő bent tartotta a labdát, a csabaiak pedig köszönték szépen, a remek beadás Bagit találta meg a hosszú oldalon, aki a rövidre mozduló kapus mellett visszafejelte a labdát a hosszúba, Szalai már talán a vonalon túl segítette befele a labdát a kapuba, 3-0. És nem ez volt a kegyelem döfés. Az utolsó 90. perc eseménye volt egy Nagy István szabadrugás, melynek végén Sánta kapus remekül bravúrral védett. A kipattan után még egy éles beadás jelentett veszélyt, aztán úgy tűnt felszabadulhat a cigánt kapuja. A védők azonban ezúttal is határozatlannak bizonyultak, Vicián pedig köszönte szépen ismét, nem sokat vacilált, 30 méterről jobbal óriási gólt zúdított a jobb felsőbe, ezzel lett 4-0. Már mindenki a lefújás pillanatot várta az operatőr kollégával egyetemben, a csabaiak azonban másképp gondolták. A hosszabbítás második percének végén a teljesen kitámadó hazai védők csak messziről nézték, hogy Nagy István elgyalogol a labdával a 16-osig, és a tehetetlen portás mellett belsővel kilövi a jobb alsót, 5 a vége. Birtalan, most is lehet helyzet, Gyuri áll a bal oldalon, most kapja. Pintér későn zár oda, Gyuri beadása és a fejes! Gól! Urbin Péter az 58. percben megszerzi a vezetést. Gyurián csak megkapta a labdát, és aztán Urbin érkezett középen, és megszerzi a csapat a vezetést. Nem volt egyszerű, meg nem volt sok helyzet, ami megelőzte volna ezt a csabai gólt, de megvan a vezető találat. Jön befele, jó, jön befele a szöglet, és meg is van az első gól a mérkőzésen. Teljesen őrizetlenül hagyták a miénk Forgács Andrást. 11 méterről érkezett és kapásból jobb lábbal juttatta a bal alsó sarokba a labdát Forgács. Ezzel a góllal most 1-0-ra vezet a vendégcsapat a 37. percben. Körbenéző egyik csapatnál sem láthatunk cserét, de fél időben nem változtattak a mesterek. Ez egy jó labda, és egy 11-es. Bényei hátulról ellöki a betörő Dajcsot. A letett labda mögött Baboti Benjamin, 11-esből szerezheti meg, tehát a második gólját a vendégeknek könyörtelenül bevágja az elmozduló Ribánszki helyére a Lasztit, és ezzel 2-0-ra vezet az alegercegi csapat. 61. percbe lépünk most már Birtalan a harmadik csabai szöglettel. Oda középre, és ott a fejes, és ott a gól, de nem gól. De megadja a játékvezető, ha minden igaz. Pilán volt, ha jól láttam, aki hosszú oldalon érkezett. Nagyon jól élesen tekeredett középre, azt hittem először
reflexbe, hogy a játékvezető érvényteleníti a találatot, mert eddig sok mindent fújt kifelé. De Pilán a gólszerző érkezett a hosszú saroknál, és bepofozta a labdát egy lépésről. Bényei labdát szerez, és jól teszi oda. Bagi, a visszagurított labda Birtalan, lesz a lövés, és van gól! A 16-os vonaláról megnézi Birtalan, és lehet, hogy eldönti a meccset a 77. percben. Nagyszerű labdaszerzés volt Bagi részéről, és akkor csak bejön az, amit Boyer Gábor szeretett volna. Jó labdaszerzés után megvolt a lövőhelyzet, Birtalan megnézte is, fel is lőtte oda a bal felsőbe. 2-0 tehát a lecsorgó labdára helyezkedik Nagy István, a 83. percben éveli középre. És ott a fejes, ott a gól! Kelemen! A harmadik gólja a bajnokságban. Eldől a mérkőzés végleg. Megint egy pontrugás. Nagy István két gólt szerzett Siófokon, most nem ő. A gólszerző neki nem jött össze, inkább ad egy gólpaszt. Kelemen pedig nagyon pontosan fejelt a jobb alsóba. Figyelnie kell Megyerinek. Jön a beadás. Ott a lecsorgó és Urbin Péter szépít a második félidő 19. percében. Tipikus Urbin gól. Egy közeli lecsorgó után. Bényei dobása. De középre. És egyenlét a Békés Csaba. Ha jól látom, Birtalan az, aki a bedobás után a kapuba lőtt közelről. Igen. Elaludtak a védő középen. Bényei hajtja majd a középre. Ott eltűnt egy csomó játékos. És 11-es. Játékvezető határozottan mutatott a büntetőpontra. Hát a hazai játékosok körbeveszik gyorsan a bíró sportársat a 20. percben. Urbin tűnt el, ha jól láttam. Nem vicián volt az elnézést. 21. perc, Birtalan a labda mögött. Birtalan be is gurítja maga biztosan. Vezet a csabai gárda. Birtalan boton találtával 1-0. A mezőny hátsó traktusába tartozik ezzel a szegedi gárda. Gránic már. És elesik, és ez is 11-es lesz. A hazai szurkolók nehezen emésztik meg. Hihetetlen. Nem sokszor lehet látni, hogy két percen belül két 11-es befúj a játékvezető. Kasuba. Nézzük az újabb 11-est, és ez is benn van. 2-0 a 23. percben. Urbin találtával. Mehet is. Ezzel Birtalan. Birtalan, az óriási labda, ott az ittszer, és ott a gól, 3-1. Urbin Péter, a gólszerző. Birtalan óriási labdát adott, 37. percben. Birtalan, az nagy labda. Rabunával tettek, ott a helyzet, és micsoda gól! Nagyszerű talán az utolsó percben. Bagi szerzi, ha jól láttam. Akkor szép búcsú. Ez Bagi Istvántól a 90. percben, ő is betalál. Nagyszerű gólt szerzett a csavai csapat. Birtalan kiválóan indította a nagyot. Középre rakta, és Bagi érkezett. Szép búcsú az idénytől